Abban az időben Jézus megállapodott egy barátságára, hogy egyedül legyen. De a nép tudomány szerzett erről, és Jeruzsálembe felment a városból. Mikor visszállt, már hátrányt találta. Megesett rajta a szíve, és meggyógyította a betegeket. Amikor felesett, oda ment hozzá a tanítványai, és mindent szerették. Elhagyott az a hely, és a szülő is megállt. Bocsássa a népet, hogy a falvakba mehessenek és enni valót keressenek maguknak. Jézus azonban így válaszolt, nem kell elmenni, ti a legyetek nekünk. Csak ökeljen, majd sík maguknak felállni. Hozzá mindent mondta. Meghagyta, hogy a nép elvegyéte a fülem, aztán fogta az ökeljenet és a nép alatt, fölvegyített az égre és megállt. Majd megölte a kenyeret, és tanítványainak adta. A tanítványok meg a népnek. Ettek mindnyájan is jól maradtak. A kenyér annélkül még 12 kosárral szerkesztett. Ezek az evangéliumi hírei.
meghol van az élet, a halálon úr lett, a halál és élet harcra száll. Könyörögjünk! Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket, tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. A mai szentmisét elhunyt Szmodics Imrénéért, Annáért ajánljuk föl, és azt, ahogy a múlt vasárnap hirdettük, a mai persei adományt az ukrajnai rászorulók javára gyűjtjük. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Pál és Barnabás útra kelt Derebébe, ebben a városban is hirdették az evangéliumot. Sok tanítványt szerveztek, majd visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok szorongatás közepette kell bejutnunk az Isten országába. Az egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és imádkozva böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek. Áthaladva Pizidián, Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Peregébe hirdették az Isten szavát, elmentek Attiliába. Innét Antiókiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak. Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék a feladatot, amelyre elküldték őket. Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. Ez az Isten igéje. A jelenések könyvéből. Isten letöröl szemünkről minden könnyet. Éj János új eget és új földet látta.
láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegények fölékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és az ők, az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólal, íme újjáalkotok mindent. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Drága testvéreim, az Istenben hívő és az örök üdvösségre törekvő embernek szüntelen visszatérő kérdése az, hogy milyen is lesz az örök élet. Egyszer egy teológusnak tették föl ezt a kérdést, és ő nagyon jót akart mondani, és így válaszolt: nem tudjuk, semmit nem tudunk róla. Azért nem ez az igazság, tegyük hozzá. Milyen az örök élet, milyen lesz az örök élet? Szent Pál gyönyörű szavaival tudunk igazán válaszolni rá, amit ő az első korintusi levélben fektetett le. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A szeretett tanítvány, Szent János apostol a Jelenések könyvében pedig azt írja, hallhattuk a Szent Leckében: új eget és új földet láttam. Láttam, hogy az új város, az új Jeruzsálem leszáll az égből. Szép volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Gyönyörűen fogalmaz János apostol. Szép volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Minden mennyasszony ragyog. A szeretet teszi ragyogóvá. A legszebb éke a lelke ragyogása. De addig is, míg az új Jeruzsálemnek ezt a ragyogását,
az örök életnek a valóságát megtapasztaljuk, az életünk tele van szenvedéssel, küzdelemmel, meg nem értéssel, csalódásokkal, de mégsem vagyunk elhagyottak. Krisztus éppen ezért rendelte egyházát, hogy az idők végezetéig vezesse az embereket az üdvösség útján. Mai olvasmányban hallhattuk, hogy Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, és buzdították őket, hogy sok viszontagság közepette tudunk csak bejutni az örökké valóságba. Fiatal volt még ez az egyház, fiatal volt az a közösség, amely befogadta Krisztusnak a tanítását. És mégis Pálnak és Barnabásnak a bátorítására, erősítésére volt szüksége. Egyszerűen azért, mert egy pogány tengerben éltek. Más életvitelt, mint azok az emberek, akik körülöttük voltak. És ők is látták, hogy érvényesül az is, aki bűnben él. Gazdagszik az is, aki fittyet hány az Istenre, vagy éppen az erkölcsös életre. És elbátortalanodnak, belefáradnak, hogy hát én mégis Isten törvénye szerint élek, és én beteg vagyok, nekem gondjaim vannak, nekem problémám van. Nem mintha rólunk szólna. És ahogy őket megerősítette Pál és Barnabás, úgy bennünket megerősít Istennek az igéje, amikor kinyitom az ő üzenetét, és olvasom. Erőt ad az erőtlenségben, bátorítást az elbátortalanodásban, és lendületet a kétségbeesésben. Nem beszélve arról, hogy minden szentmisén magával Krisztussal is találkozhatom a kenyér színe alatt. És ő az, aki fölvértezi az én lelkemet azokkal szemben, akik esetleg nem Isten törvényei szerint élnek, és ráadásul bennünket még bántanak is. Egy olyan pogány tengerben jelek vagyunk. Akár a családunkban, akár az utcánkban, a munkahelyünkön, vagy akár a városban. Ne felejtsük el, hogy mi Krisztusban hívők vagyunk, és Krisztus tanítása szerint élünk, és figyelnek bennünket az emberek, hogy valóban hiteles keresztény vagy te, vagy pedig csak a száddal mondod, de a szíved egészen távol jár ettől. Az evangéliumban pedig azt hallhattuk, hogy Jézus az utolsó vacsorán azt mondja apostolainak, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a hétköznapi életünkbe is meg kellene nyilatkoznia ennek a krisztusi szeretetnek. Számtalan formája van. A figyelmesség, az alkalmazkodás, a kedvesség. Mégis, mintha ezek eltűntek volna a mindennapjainkból. És úgy tűnik, hogy az élet nem más, mint mindenki harca, mindenki ellen. Mert nincs egymáshoz egy kedves szavunk. Mert ha valaki görbén néz ránk, akkor vagy megsértődünk, vagy mi magunk is görbén nézünk vissza. Miért? Ha Krisztus így viselkedett volna, nem lett volna több, mint bármelyik ember ezen a világon. Ő megmutatta, hogy igenis szeretni lehet azt is, aki gyűlöl téged. Meg kell bocsátani annak, aki téged megbántott. És el kell fogadni annak a közeledését is, aki esetleg nem szimpatikus neked. Szent Pál a római levélben meglehetősen keményen fogalmaz, amikor így ír. Kérlek titeket, testvérek, tartsátok szemmel azokat, akik egyenetlenkedéseket és botránkozást okoznak, ellentétben azzal a tanítással, amelyet tanultatok. Kerüljétek őket. Az ilyenek ugyanis nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak.
szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtéveszthetik az ártatlanok szívét. Megint csak azt mondom, mintha az apostol ennek a kornak, a ma keresztényeinek írta volna le ezeket a sorokat. Ne a szavam domináljon. Azt borzasztóan tudunk beszélni, és sokat. A tetteink mutassák meg, hogy mi igazi Krisztus követők és keresztények vagyunk. Jehova tanúja voltam, ez annak a könyvnek a címe, amelyet költözködés során rábukkantam. Egy nagyon régen, az 50-es években kiadott mű ez. Egy német hölgy írja le a tapasztalatait a szektával kapcsolatban. Azt írja, hogy egyszerűen megfosztották az egyéniségétől is őt, meg mindazokat, akik ebbe a szektába benne voltak. Embertelen erőszakkal irányították mind a közösségi, mind pedig a magán életüket. Nem hagytak nekik gondolkodásra időt. Aztán a 30-as évek végén, amikor a nemzetszocialisták Németországban hatalomra kerültek, akkor ezeket is begyűjtötték, és haláltáborba vitték, és azt mondta, hogy na, ő kijött onnét, de megtapasztalta, hogy milyen is lehet az igazi pokol, amikor is ezek a szektatagok egymás ellen fordultak, amikor egyik el másikát jelentette föl a táborparancsnokságon, és megtapasztalta a szeretetnek a teljes hiányát, az embertelenséget az embertelenségben. Ne a szavaink legyenek, hanem a tetteink, amelyek tanúskodnak arról, hogy mi Krisztus hívők vagyunk. És Jézus saját maga adott példát arra, hogy a szeretet a legfontosabb. Életében számtalan alkalommal megmutatta az ő szeretetét a betegek, a bűnösök és a szegények iránt. Az utolsó vacsorán pedig nem volt rest megmosni tanítványainak a lábát. Úrnak és mesternek hívtok engem, mondja Jézus nekik, jól teszitek, mert az vagyok. És ha én az Úr, a Mester, megmostam a ti lábatokat, akkor ti is hasonlóképpen cselekedjetek. Én az Isten annyira megalázkodom, hogy a teremtményemnek megmosom a poros lábát. Hát akkor vedd a fáradtságot, és te is tudj és akarj megalázkodni. Mert a szeretet ezt megköveteli tőled. Ha ezt Krisztus megtette, akkor én miért ne tudnám megtenni? Szent II. János Pál pápa egyik utolsó nyilatkozataiban a következőképpen fogalmaz. Minél inkább közeledik életem vége, annál ösztönösebben érzem, hogy elmondjam, csak is szeretve fogjuk megmenteni a világot. Nem elég békét kiáltani ahhoz, hogy békesség legyen. Tartsátok feladatotoknak, hogy megszabaduljatok a haladás betegségeitől, a pénz átkától és a rabláncától. Úrrá kell lennetek a pénz fölött. Mások boldogsága tegyen boldoggá benneteket. Magatokat győzzétek le, és ne másokat. Az egyetlen igazság szeretni egymást. Drága testvéreim, egy részektől tanultam meg, hogyan kell az embereket szeretni. Ezt a mondatot egy más vallású kollégám könyvében olvastam, aki leírja, hogy egy nyári forró napon vidéki útja során egy kisvárosi kocsmába tévedt be, azért, hogy egy kicsit hűsítse magát, és száraz torkát is meglocsolja.
És ahogy lenni szokott ebben a kiskocsmában, két öreg bútor darab ott volt, két alkoholista, ültek az asztalnál, előttük a pohár, benne az ital, és már meglehetősen spicces állapotban voltak, amikor az egyik megkérdezte a másikat, szeretsz te engem, vagy nem szeretsz? Nagyon gyorsan jött a válasz, hogy nagyon szeretlek téged. Nyilván azért is, írja a kollega, mert abban reménykedett, hogy a pozitív válasz következménye egy újabb pohár üdítő lesz. És a kérdező eképp válaszolt a válaszra, azt mondod, szeretlek, és mégsem tudod, mi a bajom. Ha valóban szeretnél, tudnád. Így értettem meg, vonja le a következtetést a kollega, hogy az az igazi szeretet, ha megérezzük mások szükségét, és segítünk rajta. Az az igazi szeretet, ha megérezzük mások szükségét, és segítünk rajta. Jézus azt a titkot is megosztotta velünk, hogyan lehetünk valóban követői a szeretet útján. Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja Jézus. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Sokszor ez a bő termés nem látványos. Mert Jézus azt is mondja, hogy ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Amikor magad előtt kürtöltetsz farizeusi módon, hogy mennyi jót tettél, hát annak a köszönetét és jutalmát már itt a földön bezsebelheted. Meg azt a mosolyt is, amit kapsz azoktól, akik azt mondják, hogy te szegény. A 12. század szentje volt Szent Vilmos. Egy tisztességes családapa, egyszerű pék mester. Ő azt csinálta, hogy minden tizedik kenyerét, amit megsütött, azt odaadta a szegényeknek. És ezeket a tizedik kenyereket úgy hívta, hogy a szeretet kenyere. Van nekem ilyen szeretet kenyerem? Itt elsősorban nem a sütőipari végtermékre gondolok, hanem valóban van-e szeretetem? Milyen? Hát olyan, amit akár tizedbe is adhatnék másoknak. Minden tizedik percemet, tizedik órámat, vagy tizedik napomat merjem oda ajándékozni fele barátomnak. És így valóban Krisztus követői lehetünk, az ő szeretet parancsának útján járhatunk, amelyről Szent Pál eképpen fogalmaz, a szeretet soha meg nem szűnik. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyánt és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával,
hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki általunk akarja megmutatni szeretetét a világnak. Alakíts szívünket szent szíved szerint, és töltsed el szeretettel embertársaink iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd egyházadat, hogy hangos szóval hirdesse a szeretet evangéliumát, és hősies áldozatvallással tanúsított is tegyen róla. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a keresztény népek példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító erejét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Nyisd meg szemünket, hogy a segítségre szoló emberben tegye lássunk, és nekik róluk a tevékeny szeretet adóját, amellyel te neked tartozunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tégy minket jóságod alkalmas eszközévé, amikor embertársainkról gondoskodni akarsz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Elhunyt Anna nővérünket irgalmasságod szerint fogad be örök országodban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te megdicsőítetted mennyei atyádat szeretetből vállalt áldozatoddal. Add, hogy közös áldozatbemutatásunkból erőt merítve folytassuk tovább szereteted művét a világon, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Szeretettel kérném a testvéreket, hogy a megáldott búzaszálakat majd csak a szentmise végén vigyék el, és ne szent áldozás alatt. Köszönöm szépen! Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárán, mert odaadta érettünk életét,
A régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért fölajálva néked önmagát. Ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget, himnuszát zengik és vég nélkül éneklik. Szent vagy, Szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hosanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadása reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. És a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérünk egyesítése válik a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Jézus Krisztus és tetvét az Atyában szentek közül. Szabadíts meg a szent tested és véred által minden vétkemet és minden bajtól, ami minden különösen lesz a legyünk tőle. Világ bűnei. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy délután 4 órakor ovis családos szentmisét tartunk. Holnap Szent Márk evangélista ünnepe, az esti szentmise után 6:30 bibliakört tartunk. Szerdán egyházközségünk Szentlélek napot tart. Pénteken Szijjénai Szent Katalin szűzés egyháztanító, Európa társvédő szentjének ünnepe. Egyúttal ezen a napon a város napja is az ünnepség sorozat megrendezésre kerül. Hagyományteremtő szándékkal pénteken délután 3:30 a városnapi szentmise lesz itt a templomunkban. Reményeim szerint a város atyáival, plébánosaival, papjaival, illetve a város polgáraival, akiknek fontos ennek a városnak a sorsa, hogy együtt imádkozzunk, és a szentmisét a városért, a város polgáraiért ajánljuk föl. Tehát pénteken 3:30 szeretettel várjuk a kedves híveket is, illetve a város vezetése is itt lesz, valamint a meghívott vendégek is. Április 30-án szombaton a reggeli 7:30 szentmisét az 1 évvel ezelőtt meghalt testvéreinkért ajánljuk föl, Ferenci Antalért, Bakonyi Györgyért, Horváth Mátyásné Császár Annáért és Baj Györgyért. Krisztus világossága. Szombaton délelőtt 9 órától végezzük az első áldozók és hozzátartozóik gyóntatását. Jövő vasárnap, május 1-e, a 10:30 szentmisén a Szent Imre kórus énekel. Jövő vasárnap délután 3 órakor lesz templomunkban az első áldozás. Imádkozzunk a gyermekekért és szüleikért, hogy mindvégig kitartsanak hűségben és szeretetben Jézus mellett. Ismereteim szerint ilyen sokan mostanában nem is voltak az első áldozók, mint ebben az esztendőben, 120-an lesznek. Május 1-én megkezdődnek a májusi litániák, melyet minden este 17:30 az esti szentmisék előtt imádkozunk. A közös imádságra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Jövő vasárnap, első vasárnap, az esti szentmise 18:00 gitáros lesz. E hét egyházi eseményei 6 keresztelő és 6 temetés. Az elhunytak közül 4 testvérünk részesült szentségekben. Hirdetjük a kedves híveknek, hogy akik Lazalette Lourdi zarándokútra jelentkeztek, hogy az úti költség második részletét április végéig fizethetik be a plébánia hivatalban. Hirdetjük továbbá, hogy a zarándokútra az indulás hajnali 3:45 lesz a templom oldalsó bejáratától. Mária zarándoklat lesz június 30-ától július 5-éig, Kóré Mihály örtilosi plébános atya szervezésében. Bővebb információ és program a falui újságokon olvasható. A személyi jövedelemadó 1%-áról szóló rendelkező nyilatkozat elvihető a templom bejáratához közeli kisasztalokról és a plébánia hivatalból. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. A második 1%-ot a Jézus Szíve Egyházközségért Alapítvány támogatására javasoljuk. Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, legyen szép a napjuk, a hetük pedig jó cselekedetekben és irgalomban legyen gazdag. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.